A következő kísérletben a széndioxid egyik tulajdonságát fogjuk megvizsgálni. Az üvegkádat három különböző magasságú gyertyát raktam. A gyertyákat meggyújtjuk, és megnézzük, hogy hogyan viselkednek. Ahogyan várjuk, a gyertyák a nyitott üvegkádban határozottan égnek, minden probléma nélkül. Az üvegkád egyik sarkába már mészkőport halmoztam föl, és erre fogunk cseppenteni sósavat. A mészkő és a sósav reakciójából széndioxid gáz fejlődik. Figyeljük meg, hogy hogyan viselkednek a gyertyák a széndioxid gázban, és azt is megnézhetjük, hogy a különböző magasságú gyertyáknál melyiknél tapasztalunk először változást. Ahogy a széndioxid eléri a középső gyertya magasságát, a középső gyertya égése várhatóan abban marad. A széndioxid nagyobb sűrűségű, mint a levegő, éppen ezért az üvegkádat alulról kezdi el megtölteni. Láthatjuk, hogy legkésőbb a legmagasabb gyertya aludt el, hiszen a széndioxid alulról töltötte meg az üvegkádat. Sűrűsége nagyobb, mint a levegő sűrűsége. A széndioxid az égést nem táplálja, ezért a gyertyák a nyitott üvegkádban sem tudták folytatni az égésüket.